Ahogy korábbi hírunkban említettük, a Bowers & Wilkins bevezetette egy teljesen új termékkört a kínálatába, amely mögött hosszú-hosszú kutatás, fejlesztés, kísérletezés rejtőzött. Nem a hangszórók, hanem sokkal inkább a benne lévő vezeték nélküli jeltovábbító technológia miatt. A Formation sorozat egyébként több modellt is felölel, a jövőben is fogunk még a többivel foglalkozni, először a Formation Wedge-et hoztuk el, hogy kicsit megismerkedjünk vele, illetve hogy bemutassuk nektek. Ahogy azt ti is láthatjátok, ez a szokványos formákkal játszani, dacolni próbáló hangrendszer. Az előnye ugyanaz, mint ami a hátránya, még semmit sem láttunk korábban, ami így nézett volna ki. Ha megengedtek egy lehelletnyi személyeskedést, illetve kommentet, szerintem a fekete verzió jobban néz ki, illetve jobb érzetet kelt. Itt eleve sok a fehér, és itt valahogy olyan, mint egy fakó űrhajó, csak itt lebeg a semmiben, de nem csak emiatt, hanem mert ennek a hátulja, ez az íves, egybefüggő lap, ami a hátlemeze a hangrendszernek, itt fehér, matfehér műanyagból készült. A fekete esetében viszont ilyen venge hatású fa mintázatos burkolat van rajta, ami egyszerűen sokkal jobb minőségérzetet produkál. A Stereo Wedge egy olyan egybeépített hangrendszer, amely három utas felépítésű hangszóró készletet tartalmaz, jobb és bal oldalra szétosztva 120 fokos elrendezésben, némileg egymástól elfordítva található benne egy-egy elcsatolt dóm magas sugárzó, amelyeknek a felépítését, működését a 600-as sorozatú hangsugárzókból emelték át, valamint egy-egy középsugárzó, és középen van egy dedikált mélysugárzó hangszóró, amin osztozik a jobb és bal oldal. A 120 fokos kialakításnak köszönhetően kissé meg van hajlítva a hátlap, ami elhelyezés szempontjából praktikus tud lenni, hogyha például sarokba akarjuk elhelyezni az eszközt, vagy olyan környezetben, mint ez, megtehetjük azt is, hogy így tesszük le a falhoz, és megkapjuk azt az optikai csalódást, mintha 180 fokot zárna be a hangrendszer, de valójában csak eddig tart. A Bowers & Wilkins úgy érvel a Formation sorozat mellett, hogy a helyi wifi hálózattól teljesen eltérő felületet használnak a Formation sorozatú készülékek ahhoz, hogy egymás között kommunikáljanak. Ennek két fő előnye van. Az egyik az, hogy 96 kHz 24 biten tudnak jelfeldolgozást végezni, ami a konkurens piacvezetőhöz képest lényegesen jobb, illetve annyira elhanyagolható a jelkésés, hogy elméletileg, hogyha mi a lakásunkat, lehet ez akár egy nagy, egybenyitott területű lakás, ahol a folyosó köti össze a többi szobát, annyira minimális lesz a digitális jelkésés, hogy a fülünk tényleg úgy fogja érzékelni, mintha egyetlen egy nagy hangrendszer szólna az egész lakásban. Minden Formation eszköz fel van készítve arra, hogy kompatibilis legyen a legnépszerűbb vezeték nélküli felületekkel, most gondolok itt például a Bluetooth-ra, illetve természetesen a Wi-Fi alapú vezérelhetőségre, tehát természetesen, mint sok más vezeték nélküli hangrendszert, ezeket is lehet mobil eszközökről vezérelni, akár iOS-ről, akár Androidról, valamint fel vannak készítve Spotify Connect és Rune kompatibilitásra. Egyébként a gyártó is a Rune használatát javasolja, nem csak azért, mert ez egy nagyon jó hangminőségű zenehallgatást tesz lehetővé, akár helyi hálózatról, akár internetről streamel zenékkel, hanem azért is, mert nagyon szépen katalogizálva férhetünk hozzá több száz vagy több ezer albumhoz. Most pedig meghallgatunk néhány teszt zenét, ezek nem Grammy-díjas válogatások, csak letöltöttük őket a netről, és jogdíjmentesek, de hogyha közöttetek van olyan zenész, aki nem bánja, hogyha az ő felvételeit játsszuk le ilyenkor, akkor várjuk az ilyen jellegű e-maileket. Most pedig csak tényleg csak jelképes ízelítőként megszólaltatjuk. Thank you.
Szóval, amit is sajnos nem fogtok érzékelni a videóból, hogy mennyire brutálisan nagyot szól ez a hangrendszer. Itt élőben rendesen itt remegett alattam a kanapé, a hip-hop jellegű zenénél szépen egyenletesen kiúztak a basszusok a térben, egy nyílt, erőlködéstől mentes hangja van, és tudom, hogy itt a YouTube-on keresztül gagyinak tűntek ezek a zenék, tényleg gagyik voltak, de itt a részletek a térben össze-vissza húztak mindenhová, szóval tényleg nagyon klasszul szól. Mint bármely más multiroom eszköznél, itt is akkor kapjuk meg a rendszer előnyét, használhatóságát, valódi élvezeti értékét, hogyha megengedhetünk magunknak több formation eszközt is. Például, hogyha mellé akarunk a televízióhoz egy formation bárt, akkor erre van lehetőség. Vagy mondjuk hifis beállítottságúak vagyunk, és azt akarjuk, hogy stereo rendszerünk legyen, a Formation Duo egy ilyen megoldás. Vagy teszem azt, ennek akarjuk megtoldani a basszusait. Egész sok basszus van egyébként, nem kell alábecsülni, de szeretnénk, hogy még ütősebb, még zúzósabb legyen a hang, mert sok háziból is szoktunk csinálni, akkor Formation Bass néven vezeték nélküli méládát is készít a BMW. Összességében a Formation Wedge kicsit fölül pozícionálta magát a vetétársaihoz képest, szinte minden értelemben, dizájnban, hangminőségben, ténylegesen egy tágasabb, definiáltabb, részletgazdagabb hangot produkál, de ennek megvan az ára. Kicsivel több mint 300 ezer forintot kell egy egyetlen 6,5 kilós, jól lehet kb. 240 watt összteljesítményű rendszerét fizetnünk, ami nem kevés pénz, de úgy fent ott lyukadunk ki, hogyha valaki mondjuk belépő szintű kicsike kis Bowers hangfalakból és egy dedikált erősítőből szeretné ezt megszerezni úgy, hogy újonnan, és még egy vezeték nélküli streamert is akarna ehhez illeszteni, ami tudja a Roont, a Spotify-t és 96 kHz 24 bites multiroom építést tesz lehetővé, hát valószínűleg az sem jön neki túlságosan olcsóban, ráadásul ott sok külön, több különböző komponensről beszélünk, itt meg egyetlen egy házba megépítve megkapjuk mindazt, amire az emberek nagy részének manapság szüksége van egy kompakt hangrendszernél. Hogyha kíváncsiak vagytok rá részletesebben, akkor kattintsatok a videó alatti linkre, hogyha pedig van bármi hozzászólásotok, akkor minden kommentet örömmel fogadunk. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!